A történelem és a művészettörténet kapták a legnagyobb szerepet azokon a műelemző órákon, amelyeket Bánfi József tanár úr tartott a Dózsa-kerti közösségi házban. A képzőművész pedagógus előadásain a volt Bánki Donát, jelenleg már Kandó Kálmán szakképző iskola végzős tanulói vettek részt. Valójában az embereket úgy lehet bekapcsolni a művészetbe, hogyha olyan gondolatokat köszlünk velük, amit igazság szerint értenek, mert történelem órán azért csak odafigyelnek, magyar órán csak odafigyelnek, és tudják, mi a verszibárdok, és tudja azt is, hogy a történelem órán, hogy hivatkoznak a történelem tanárok arra, hogy Madarász Viktor megfestette ugye például Hunyadi László siratását, meg stb. Meg ugye az egri nőket ugye Székely Bertalan megfestette, és akkor ők mindig kíváncsiak arra, hogy megvan festve, de akkor miért? És ami rajta van, az meg hogyan van? Na most a mi gyerekeink, de minden gyerek Magyarországon, sőt az egész világon, tulajdonképpen értelmes. Ha úgy közelítjük meg őket, hogy gondolatokat ébresztünk bennük, megpróbáljuk a saját lelküket odavinni, ahol a kép megköveteli, akkor ők értelmesek és figyelnek, és tulajdonképpen nem azt mondja, élvezik az órát, hanem valahogy megfeledkeznek arról, hogy még rendetlenkedni is lehetne. Tehát valójában én ezeket az órákat én élvezem, és érdekes, hogy ők is átveszik tőlem ezt a magatartást, és valójában élvezik az órát. Bánfi tanár úr különösen fontosnak tartja, hogy diákjai komplexen lássák egy-egy korszak művészetét, vagyis ismerjék az adott kor történelmét, irodalmát, képzőművészetét és zenéjét is. Az iskolába embert nevelünk, nem tantárgyakat adunk át a kölyköknek, hanem embert nevelünk. És tudomásul kell venni, hogy az a gyerek, amelyik előttem megáll, mint hogy ezek itt vannak, érettségére készülnek. Ezek teljes értékű emberek, és kíváncsiak a mi gondolatunkra. És ha nem tudom neki komplexen átadni, akkor tulajdonképpen félig adom át, vagy fél is adom át. Valójában én azt terveztem annak, hogy én csináltam is a Pécs Antalba, hogy bekapcsoltam a zenét, erről a korszakról szóló zenét, és volt olyan lemezem, amelyiken szavalatok voltak. És akkor beadtam, mit tudom én, 3 percig egy szavalatnak egy részét, és akkor megérezték a gyerek, hogy valóban nem tantárgyról van szó, hanem valójában egy korszakról, amit elődeink végéltek, nagypapáink élték végig, és milyen érdekes, tele voltak gondolattal, érzéssel, és talán mi azért vagyunk itt, hogy ezt tovább folytassuk, és azt kéne tovább folytatni.